Egy mintaegység az 13 szemből áll, tehát 13 többszörösét kell felszednünk a tűre, attól függően, hogy mekkora tököcskét szeretnénk. Plusz mivel síkban kötök, ezért kell még a két szélszám. Én most a minimális szemszámmal, tehát 13 plusz 2 szemmel mutatom meg a mintát. Direkt választottam azt, hogy síkban fogok kötni, hiszen egyrészt van, akinek nincs körkötőtűje, vagy mondjuk nem ismeri a Magic Loop technikát, ami azért ilyen kisebb darabok elkészítéséhez nagyon jól jön. Viszont mindenki, aki tud kötni, az tud síkban kötni. Az első sor, átemelem az első szemet, majd kötök 3 simát. A következő 3 szem, az fordított. Négy sima jön. Ebben a 4 simából álló oszlopban lesz majd a csavarás. Ugye 6 soronként, és a végére ismét 3. Fordított következik. Az utolsó szám, hát ezt igazából úgy köti mindenki, ahogy szereti, szeretné, nekem egy fordított lesz. A második sor jön, ahol is fedetten kell kötni. Itt 3 simát látok, tehát 3 simát kötök. Így lesz fedett, vagyis ugyanúgy fordított szemek lesznek az elején, mint ahogy az előző sorban fordítottat kötöttem. Aztán jön a 4 szem, ahol majd a csavarás helye lesz. Ez 4 fordítottat jelent. A következő 3 szem, 3 sima, és az azt követő 3 pedig 3 fordított. És itt jön egy fordított. Ezt a két sort kell ismételni azzal, hogy 6 soronként ide készítek egy csavarást. Az első csavarást viszont itt a 3. sorban fogom megtenni, és majd a 9. plusz 6, a 15. plusz 6, a 21. és így tovább. Az első szemet átemelem, 3 sima, 3 fordított, és itt is vagyok a 4 sima szemnél. Ezeket fogom megcsavarni, mégpedig úgy, hogy ezt a most első 2-t fogom előre hozni, ezt a 2-t pedig hátra viszem, és felcserélem őket. Beszúrok a jobb tűvel, ebbe az utolsó 2 szembe, kihúzom a bal tűt mindegyikből, és gyorsan, mielőtt eltűnnének a szemeim, vissza is öltöm az idáig első 2 szembe. Aztán visszateszem ezt a 2 szemet is a bal tűre, és ugye már is megcseréltem őket, megcsavartam őket, és így sorban, ahogy a tűn vannak, most már lekötöm ezt a 4 szemet. És kész is az első csavarás, tehát a 3. sorban. Aztán jön 3 fordított, és a szélszám is egy fordított. Itt pedig az, amit én készítettem. 6-szor vettem a mintát, ami azt jelenti, hogy 6-szor 13, vagyis 78 szem volt, plusz a 2 szélszám. Tehát összesen 80 szemet szedtem fel a tűre, és így készítettem el oda-vissza sorokkal a töknek a testét, és akkor volt 1, 2, 3, 4, 5 csavarás, és utána még kötöttem pár sort, és leláncoltam. A varáshoz
az utolsó, vagy hát attól függ, honnan nézzük, vagy az első szem és a szélszem közötti szára lesz szükség. Ugye itt van a szélszem, itt a következő, és itt van egy szál, ami összeköti az utolsó szemmel, vagy az első szemmel. Itt van a szélszem, és itt pedig a szál. Úgyhogy erre lesz szükségünk a másik oldalon is. Ugye egy kicsit nehezebb dolgom lesz, mert itt fordított szemek voltak, viszont ugyanúgy ez az oldal, ez egy kicsit a segítségemre lehet. Először is átszúrok ide a másik oldalra, összeöltve a két részt, és én ide mindig szoktam még egy ilyen biztonsági öltést csinálni, hogy jól meg tudjam szorítani a két részt. Aztán megkeresem ezen az oldalon az első ilyen szálat. Hát azt hiszem, ennél a fonálnál ez lesz a legegyszerűbb, hogyha a szélszemet keresem meg, és akkor mindjárt meg lesz a köztelévő, a két szem között lévő szál is. Ez volt az első. Megyek ide a másik oldalra. Itt ugye ez volt az első szélszem, itt a második, és itt van az a szál, amire szükségem van. Megyek a következőre, egy szélszem, még egy szélszem, és a kettő között itt a szál. Jövök a másik oldalra, itt van a szélszem, tehát itt lesz a szál is. Következő, egy szélszem, itt a másik, és itt a kettő között megbújó szál. És az a jó ebben az összevarrásban, hogyha itt most megfogom, és meghúzom a szálat, akkor csak azt látom, hogy itt van egy, kettő, három sima szem, itt pedig három fordított. Magyarul az összevarrás, hogy hol történt, az nem látszik. Belül természetesen észre lehet venni, de itt kívül nem. Szerintem így kapásból senki nem mondaná meg, hogy hol van összevarva. Egyébként itt. Én már itt egy kicsit tovább dolgoztam. Mégpedig ezeket a felső szálakat fogom itt összefogni, úgyhogy mondjuk minden másodikba beöltök a megmaradt fonalammal, és ezt fogom majd összehúzni a végén, és lezárni ezt a részt. Ez lesz egyébként a töknek az alsó része. Ha itt marad egy kis lyuk, attól nem kell megijedni, ugye ez azért van, mert annyi fonal van itt összetömörítve, hogy egyszerűen nem lehet rendesen összehúzni. Annyit kell tenni, hogy itt még párszor beölteni itt a bordákba, és lehet, hogy elég egyszer is, hogyha egy egyszer körbe megyünk, nem mindegyik szába természetesen, csak itt kívül, ahogy a bordák adják magukat, és addig
Megyünk itt körbe a tűvel, amíg aztán végképp eltűnik. El is tűnt a lyuk, úgyhogy ide belőle húzom a fonalat. Itt is elvezetem pár szálon keresztül. Itt csinálok egy hurkot. És itt megkötöm. És ezt nem kell itt kicsire vágni, meg elbújtatni, hiszen ez belül lesz, és ezt fogom megtölteni. Kitömtem a tököt, és ide a felső részbe is fűztem egy fonalszálat itt a legutolsó sorba, de egyelőre még ezt nem húzom össze, hanem ezt most félreteszem, és elkészítem a töknek a szárát. Ezt is síkban fogom kötni, 45 szem van a tűn, plusz a két szélszem, tehát összesen 47 szemmel fogok indulni. Na most, aki tud körben kötni, ismeri a Magic Loop technikát, ő el tudja készíteni a videó alapján körben kötve is mind a szárat, mind pedig a tököt. Itt hagytam egy kisebb, kicsit nem kisebb, hanem egy kicsit hosszabb fonalszálat. Az első sorban a szélszem leemelése után végig fordított szemeket fogok készíteni. Itt nem fogyasztok, hanem csak lekötöm fordítottan a szemeket. A második sor jön, ez lesz majd a munkának a színe. Az első szemet átemelem, aztán kötök három simát. Innen indul az ismétlődő mintaegység, ami úgy néz ki, hogy az első két szemet előről beszúrva átemelem a jobb tűre, a következő szemet lekötöm, majd az átemelt szemeket, mind a kettőt átemelem ezen a lekötött szemen, és le is ejtem a tűről. Tehát egy középhangsúlyos fogyasztást készítettem. Aztán kötök 6 simát. És ezt addig ismétlem, amíg 6 szem nem marad a végén. 6 szem plusz a szélszem. Itt vagyok a sor végén. Itt elkészítek egy fogyasztást. Két szemmel csökkentek, és a három szemet pedig lekötöm simán. És jön a szélszem. A harmadik sor jön, átemelem a szélszemet, majd kötök két fordítottat. És innen kezdődik az ismétlődő mintaegység, amihez azt kell tennem, hogy be kell szúrnom ez elé, a második szem elé, de nem ezen az oldalon, hanem itt a másik oldalon. Tehát beszúrok a második szem elé, és ezt a két szemet átemelem a jobb tűre. Majd készítek egy fordítottat. Aztán ismét beszúrok ebbe a két szembe, és átemelem a fordítottan lekötött szemen, és aztán leengedem a tűről. Ja, azért kell ilyen kitekert módon készíteni, hogy itt a fogyasztás az ugyanúgy nézzen ki, mint az előző színes soron készült fogyasztás. És jön 4 fordított. És ezt ismétlem meg még 3-szor, egészen addig, amíg a végén 5 plusz a szélszem nem marad meg. Megmutatom még egyszer, tehát ezt a két szemet átemelem, ezt lekötöm, fordítottam, majd a két átemelt szemet átemelem a
fordítottan lekötött szemen. És 4 fordított. Itt a sor vége. Itt elkészítek még egy fogyasztást, az utolsót ebben a sorban. Lekötöm a fordított szemet, majd ezt átemelem rajta, és 2 fordítottal, valamint a szélszemmel zárom a sort. És akkor jöhet a 4. sor, ahol megint a munka színén vagyok, hál' Istennek. Elmelem a szélszemet, jön egy sima, és jön a fogyasztás, itt már a szokásos módon, tehát így előről szúrok be. Egy sima. Ugye az ismétlődő mintaegység az innen kezdődik, tehát ez mindig a fogyasztástól. Aztán ezt a 2 szemet átemelem. Ugye itt sorakoznak szépen a fogyasztott szemek. És kötök 2 simát. Ezt kell tehát ismételnem egészen addig, amíg a sor végén 4 szem plusz a szélszem nem marad. A sor végén 1 fogyasztás jön. 1 sima. És a szélszem, amit fordítottan kötök le. Most 17 szemnek kell lenni a tűn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. És most 10 plusz 2-re fogom lefogyasztani ebben a fordított sorban. Átemelem a szélszemet, kötök egy simát, itt már a bordás kötést kezdem, tehát azért van itt sima szem is. Egy sima, 2 szemet fordítottan összekötök, beszúrok a 2 szem, be, és fordítottan lekötöm. Egy sima, és 2 szemet összekötök. És ezt ismétlem a sor végéig, amíg már csak a szélszem marad. Lekötöm a szélszemet, és a sor végén fordulok, és innen fedetten fogok kötni, a szélszemeket továbbra is emelem, hiszen ezeknek majd az összevarrásnál lesz szerepük, és itt pedig folytatom a sima, fordított, sima, fordított, és így tovább bordáskötést, és egészen addig kötök, amíg hát úgy nem gondolom, hogy már elég lesz a tök szára. És itt ezzel meg tudom mutatni. Ugye ez így fog kinézni, tehát itt kell majd összevarni. Jó, valahogy ezért csak sikerül. Tehát így kerül majd a tökre, ami most még ilyen nagyon félkész állapotban van, erre kell majd rávarni, és akkor amit most készítek, az a bordáskötés, az pedig így jön felfelé, és az lesz a szára. Végeztem a kötéssel, elvágtam a fonalat, és befűztem egy tűbe, és most azt fogom csinálni, hogy az elejét és a végét össze kötöm, úgymond. Ezt ide be fogom húzni, és áthúzom rajta a tűt, és ezzel az elejét és a végét már is összekötöttem. És ezt pedig itt kihúzom, és egyelőre így hagyom, illetve mégsem hagyom itt, hanem behúzom ide a belső oldalra, hát vagy egy horgolótűvel, vagy ha még a tűt nem dobtátok el, akkor a tűvel, tehát egyelőre ez legyen itt belül, és ezt a 2 oldalt pedig össze fogom varni egészen idáig, a felső részig.
ugyanúgy kell varni, tehát ezt nem fogom végig mutogatni. Itt megkeresem a szélét, átöltöm, és ugye készítek még egy ilyen biztonsági öltést, ahogy szoktam mondani. Jó, tehát ez megvan, és itt pedig a szélszem és az azt megelőző szem közötti szála segítségével összevarrom, és hát így már azt hiszem, hogy van egy kis formája is ennek, amit eddig készítettünk. És a végére érve ezt itt beszúrom, tehát ugyanott lyukadok ki, ahol a másik fonallal, és hát azt hiszem, hogy én egy külön fonalszállal fogom felvarni, úgyhogy ezt a kettőt itt megszorítom, és összekötöm, aztán elvágom. És ugye ez a színe. Fogom a tököt, és összeszorítom annyira, hogyha ezt ráteszem, akkor ez itt befedje ezt a felső részt. Tehát nem kell teljesen megszorítani. Ha úgy szeretnétek, akkor úgy is lehet, de én szerintem ezt így fogom hagyni, mert ez itt nem fog belőle kijönni ez a tömőanyag. Tehát körülbelül így. Aztán ezt is itt hagyom, lesen vágom. És aztán egy külön fonalszállal, amit befűzök egy tűbe, ezt ide szépen rávarrom a tetejére.